Egyik szakember számára sem idegen a kék-fehér klub. A Salói István által kialakított kerettel 7 év után jutott vissza az NB1-be a ZTFC 2019-ben. A sportigazgató 2021-ben elszerződött a klubtól, ám most visszatért Zalaegerszegre. Bojer Gábor pedig 2020 nyarától 2021 márciusáig volt a klub vezetőedzője. Ezt követően a Budafoknál dolgozott. Most Lendvárról tért vissza. A szakember a csapat eddigi teljesítményét folyamatosan nyomon követte, így mint mondja, nem idegen terepre érkezett. Abszolút erősnek érzem morálisan a csapatot és mentálisan is. Nyilván egy picit az önbizalmaknak ártott az, hogy az elmúlt fordulókban nem sikerült a kapuba találni, és nem úgy jöttek az eredmények. De maga a játékképe egyébként talán egy mérkőzésen volt olyan, ami nem elfogadható, a többi mérkőzésen akár a mentalitás, akár a hozzáállás, akár a játék elérte azt a szintet, amit kell. Egyedül a helyzetek kialakítása, illetve a gól mennyiség az, ami elmaradt a várakozástól. Ezen próbálunk javítani, nyilván ez nehezebb rész, mint a védekezés, de valahogy ezt szeretnénk egy kicsit felturbozni. Új impulzust kapott a társaság, ez érződik az edzéseken is. Mocsi Attila szerint ezt a maga javára tudja fordítani a csapat. Bízom benne, hogy már a hétvégén is új dolgokat hoztak a csapat életében, mind játékban, mind az öltözőben, úgyhogy szeretnénk az eredményeken javítani, és mindenképpen maradni az első osztályban, most már sajnos ez az elsődleges célunk. Az edzésekről pedig hát picit más, mint eddig volt, viszont nagyon jó erőléti állapotban vagyunk, és azt gondolom, hogy ezt kamatoztatni fogjuk tudni az új elképzelésekkel. Céljuk a bentmaradáson túl a Magyar Kupa elhódítása. 13 évvel ezelőtt játszott utoljára kupa döntőt az ETFC, akkor a Debrecen ellen alul maradtak. Május 3-án a Budafokkal csapnak össze. A mérkőzést a Puskás Arénában játsszák 19:30-től.